Áldás békesség! Szeretettel köszöntöm a testvéreket! Isten igéjét Jakab leveléből olvasom, az első részből a 22-től a 27. versig. Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat. Mert ha valaki csak hallgatója az igének, de nem cselekszi, olyan, mint az az ember, aki a tükörben nézi meg az arcát, megnézi ugyan magát, de elmegy, és nyomban el is felejti, hogy milyen volt de aki a szabadság tökéletes törvényébe tekint bele, és megmarad mellette, úgyhogy nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója, azt boldoggá teszi cselekedete. Ha valaki azt hiszi, hogy kegyes, de nem fékezi meg a nyelvét, hanem még önmagát is becsapja, annak a kegyessége hiába való. Tiszta és szeplőtlen kegyesség az Isten és Atya előtt ez, meglátogatni az árvákat és özvegyeket nyomorúságukban, és tisztán megőrizni az embernek önmagát a világtól. Jakab a hittel kapcsolatban azt mondja, hogy becsaphatja az ember magát. Ez felveti a kérdést, hogyan lehetek biztos a hitemben? Honnan tudhatom, hogy nem csapom be magamat? Hogy a hitem igazi, az első keresztjének hitre nevelése, a keresztségre való felkészítése évekig tartott, amikor először is az keresztjén életvezetés gyakorlatát gyakorolták be. Mit jelent Krisztus követőjeként élni egy vallásilag pluralista, szexuális szabadosságban élő társadalomban? Fontos volt, hogy képesek legyenek Krisztusba vetett hitükhöz ragaszkodni, akkor is, ha ez szenvedéssel, akár mártíromsággal jár. Hogy tiszta házas életet éljenek, akkor is, ha a társasági élet természetes részei voltak a szexuális orgiák. A Krisztust követő közösség életvezetésével, döntéseivel tűnt ki a társadalomban. Ma sem elég hétről hétre az Isten tiszteleten egyetérteni azzal, amit hallunk. Akár még a napi igeolvasást is komolyan venni, vagy meghallgatni az igeidő üzeneteit, hogyha az egész nincs hatással az életünkre. Jakab azt mondja, hogy ha cselekedetekben nem mutatkozik meg a hitünk, akkor becsapjuk önmagunkat. Arra hív hogy Krisztus uralma határozza meg a gondolkodásunkat, értékítéletünket, döntéseinket, cselekedeteinket, és ne a körülöttünk levő kultúra. Ne sodródjunk a közhangulattal, hanem vegyük észre, mire hív Isten igéje, ott is, ahol ez feszültséget jelent az általánosan elfogadott normákkal. Érdekes, hogy bár az ember saját magát becsaphatja, a körülöttünk élők ezt észreveszik. Még a hitetlen kívülállók is látják a különbséget a között, akiknek a hitét, az életét betölti az Isten ereje, és akinek csak keresztény szólamok jönnek ki a szájából. Mindannyian a hiteles keresztjéneket keressük, akiknek valóban erő van az életükben. Emlékezzünk vissza. Voltak ilyen emberek az életünk útján, akiknek a hite a cselekedeteiben meglátszott, jellemén, egész életén átsugárzott és hatással volt, volt, voltak ránk? Adjunk hálát értük, és kövessük életük példáját. A hitelesség hiánya azonban megbotránkoztat, és nem kívánatossá, hanem taszítóvá teszi Isten ügyét, tegyük fel magunknak a kérdést. Vajon miben más az életem azért, mert hiszek Istenben, hallgatom az ő igéjét. Ha nem lenne életemben a hit, ha nem hallanám Isten igéjét, vajon miben élnék, miben gondolkodnék máshogy? Meglátszik-e életemben, hogy hallgatom Isten igéjét, vagy én is becsapom magam? Az emberek körülöttünk, szeretteink, szomszédaink, munkatársaink, az életünket látva vajon közelednek Istenhez? Kérdéseket tesznek fel, amire Istenre mutató válaszokat tudunk adni? Vagy elfordulnak tőle, mert életünk, hitünk semmi erőt nem mutat, és semmilyen különbség nincs az életünkben. Ha elbuktunk, és nem cselekedtünk a hittel összhangban, jöjjünk bátran ő hozzá, aki magára vette a mi bukásainkat, és hordozza szégyenünket, és fogadjuk el bocsánatát, majd így felszabadulva induljunk el újra követésére, a hiteles keresztjén életre, Isten igényének cselekvésére. Keressük az Isten országa rendjét, és éljünk a szerint. Vállaljuk fel ennek a másságát, a tisztaságot, az igazságot, a szeretetet, a szelítséget, a megbocsátást, a hit radikalitását. Imádkozzunk azért, hogy a Szent Lilek mutassa meg, hogy miben és hogyan kellene gondolkodásunkban és cselekedeteinkben radikálisabban a hit szerint élnünk. Adjunk hálát azért, amit Isten már kimunkált az életünkben és kérjünk erőt, vezetést, bátorságot a hiteles keresztjén élethez. Amen.